Sziasztok! Elrepült a nyár, vége a fesztivál szezonnak, ami azt jelenti, hogy a zenészek visszatértek a turnéikról a próbatermékbe, mi pedig ismét felkereshetjük őket, és újraindíthatjuk a zenei láncreakciónkat. Ez az Adom a dalod! A szabályaink nem változtak, így az új évadunk első részében is visszatekintünk a legutóbbi évadzáró adásunkra, amikor kedves kollégánk Lola adta elő a Sugárló kötéltánc című számát, most ezt idézzük fel. Aki nézte a múlt évadunk adásait, az már sejtheti, hogy a mai műsorunkban Lola egyik számát fogja feldolgozni az az előadó, akivel nem sokára találkozom, és akinek férfi létére majd egy hölgy énekes számával kell megbirkózzon. Ez az előadó viszont azért már szerintem ennél nagyobb kihívásokkal is szembenézett az élete során, hiszen otthonosan mozog a színházi és a zenei világban is. Ő nem más, mint Tom Sparrow, azaz Beréb Tamás. Most róla jönnek a legfontosabb tudnivalók. Elvész, közös a távol, és érezd. Beréb Tamás kisgyermekként került a színházi világba, 9 évesen már színpadon állt. Később olyan világhírű musicalekben kapott szerepet, mint a Rómeó és Júlia, vagy az Elfújta a szél. 11 szín! Győzni kell az életünk árán, bármi vár, itt nincs, aki fél. Több tehetségtámogató és tehetségkutató versenyt is megnyert, jelenleg többek között a Puskás musical főszerepében láthatjuk. Keep going, just keep going, nothing can stop you now. We Are The Water címmel Veréb Tamás énekelte a 2017-es úszó világbajnokság hivatalos szurkolói dalát. Szabad élet, szabad élet, szabad élet kell. 2018-ban a Budapesti Operett Színházban megkapta a Honti díjat, pontosabban az évad közönség díját. Minden rendben, veled fújhat a szél. 2022-től Tom Sparrow néven folytatja zenei pályafutását. Már minden rendben. A Végbordon, Tom Sparrow, a.k.a. Veréb Tamás parádésan teljesít egyelőre, gyakorlatilag a 10. méter után úgy érezte, hogy neki semmilyen kötelessége nincsen itt a tavon, úgyhogy egyből elment az akadályok mellett, hát mit neki néhány elem, kérem? Hát ő szabja meg, hogy merre megy, kérem, ilyen egy szabad művész, egy igazi zenés színész. Remélem egyszer abba hagyja, mert azért mondjuk szeretnék vele egy egész műsort csinálni, de úgy látszik, hogy nem azért fogja abba hagyni, mert elesett vagy bukott volna. Fantasztikusan állja a sarat, mit a sarat, a hullámokat. Egy hullámlovas, egy hullámlovag, amit omink. Oh yeah, szevasz Tomi! Segítsek? Hoztam neked egy törökötőt, egy napszemüveget. Remélem örülsz neki. Meg se lepődök, hogy sportolásból jössz. Miért? Mióta végbordozol egyébként? Mert ezt nem tudtam rólad, hogy végbordos is vagy. Nagyon sportos vagy, azt tudtam. De most milyen volt ez a kör? Imádtam. Én imádok végbordozni, köszönöm. És ez kb. Egy ilyen 5-6 éves szenvedélyem. Ami ugye hát nem egy hosszú idő. Hát tehát, ha azt nézzük, és végbordozni az inkább csak nyaranta szoktak az emberek. A sport maga az mondjuk szintén az elmúlt években lett nagyon intenzíven az életed része? Sőt, inkább azt mondanám, hogy az utóbbi néhány hónapban lett igazán, tehát mondjuk az utóbbi fél évben lett igazán fontos. És mi az, amivel mostanság kikapcsolódsz? Mi az, amire most tényleg ráfeküdtél? Az edzőterem például az, ahova igazából eddig is jártam, csak most valahogy egy picit szerintem okosabban csinálom. Tehát inkább az a különbség, hogy próbálok rendszert találni benne. Egy, ami egyébként a saját életemnek is jót tesz, tehát a szerzői életemnek, vagy a szerzői oldalamnak is abszolút jót tesz. Az, hogy mondjuk van egy fix pont az életemben, még hogyha ez mondjuk egy edzőterem akkor is. Figyelj, azt nézem, hogy a kölcsönzőből neked integetnek, hogy vidd vissza a cuccokat, hogy ezt tegyük meg, és vele a nyugiban tudunk még beszélgetni tovább. Nyomhatjuk, persze.
A sporttal, a musicallel és veled összefüggésben nem mehetünk el szó nélkül a Puskás szerep mellett. Ez milyen érzés volt, amikor egyrészt fölkeltek téged, hogy személyesítsd meg Puskás Öcsit, illetve hát az most is futó darab, tehát gondolom azt játszani is mindig egy öröm. Abszolút öröm. Én bevallom, hogy én nem voltam nagy foci rajongó. Az volt az első kérdésem, hogy ugye nem kell focizni. Tehát nagyon szívesen, boldogan, nagyon óriás megtiszteltetés, de hogy ugye nem kell focizni a színpadon, mert hogy az valószínűleg nem fog menni. De hát végül valamennyit kellett, és ment, hál' Istennek. Ezeken a fizikai kihívásokon kívül azért mégis a legismertebb magyar ember. Gyakorlatilag igen, és ez egy óriási élmény, hogy ebben megtalált megint csak az élet igazából egy ilyen lehetőséggel. Azt érzem, hogy egy picit az utóbbi 10-15 évnek az a zenészszínházi szerepeit a saját részemről egy picit meg is koronázta. És akkor a zenés éned az hogyan tört ki belőled? Ez igazából mindig is ott volt a zene. Hát nyilván zenészszínház eleve, tehát azért azt az emberek mindig külön választják, de közben pedig gyakorlatilag csak annyi a különbség, hogy az ember nem a saját történetét meséli a zenében, hanem másokét. És nyilván ez nekem például a dalszerzői oldalam miatt volt egy nagyon fontos váltás, hogy egyszer csak elkezdtem azt érezni, hogy most már egy picit a saját történetemet is elmesélném. Most hogy érzed, hogy a Tom Sparrow projekt milyen irányokat vehet? Maga a Tom Sparrow vonal is már azért kezdődött, mert egy picit akartam kitörni ebből, nem is picit, nagyon ebből a skatujából, hogy az ember nem csak egyféle. Ez egy olyan lemez lesz, amiben nagyon őszinte, nagyon tőlem egy picit szokatlan vagy váratlan tartalmak is előkerülhetnek. Szóval ennyi kitárulkozás után épp itt van az ideje kis játéknak, és szerintem te, aki azért a színpadon is, vagy akár a sportpályán is játszol, vevő leszel erre, viszont ahhoz egy kicsit komfortosabb közegre lesz szükségünk. Hát menjünk át hozzám! Verép Tomi otthon a kvíz kérdések. Asszociáció 2. Karamell. Imádom, hogy kával írtad. Hát yes. És két ellel. Két ellel, igen. Hát nyilván az édességre gondoltál, azt hiszem. Hát a karamell egyértelműen a Molnár Ferenc karamell, mint dalszerző, előadó, körülbelül 10 évesen az ő dalára lassúztam először életemben. Ez a magánéleti kapcsolódásokon kívül nyilván szerzőként és előadóként is nagyon-nagyon-nagyon felnézek rá. Rengeteg szerint inspiráltak a dalai, tehát ő az előadó, akinek a mai napig elmegyek koncertjére, megvásárolom a jegyet magamnak, a családomnak is, és elmegyünk meghallgatni, és hát szerintem a sok ezer ember mellett, aki még ott van, én vagyok az egyik, aki kívülről tudja az összes dalát. Vízes póló. Érdekes! Vizes póló, egy nagyon különleges történetet eszembe róla. Véletlenül az Előttem a kép című dalom ugrott be. Micsoda véletlen. Ami, amiben ugye az a bizonyos forró bemondás, ugye, hogy a legforró vizes póló. Előttem a kép, mögötte a tó, csak egy fekete-fehér fotó. A szél elolvad arcán, a számra fagy a szó, nekem ő ma a Molnár Tomi szövegíró arra gondolt, hogy kicsit ki kéne verni a biztosítékot így a rádióhallgatók és a popzene kedvelők körében. Képzeljétek el, egy nagyon jó sztorim van erről, egy gyerektánc csoportnak énekeltem ezt a dalt egy rendezvényen, és hallom, hogy nagyon szerették ezt a dalt, és hallom, hogy olyan furán éneklik, hogy nem vizes pólót énekelnek, valami más. Rákérdeztem, hogy de mégis mire gondoltok? Ez is egy asszociáció volt. És mondták, hogy hát grízes póló. Mert hogy, de ezek ilyen 10 éves forma lányok voltak, tudod, nagyon kis cukik. És mondták, hogy hát a vízes póló, hát a vízes póló az hideg. Ugye, hogyha valakinek vízes póló az hideg, az nem lehet forró, nem lehet legforró vízes póló. De ezért nem magyaráztam el nekik, hogy itt valószínűleg a szerző mire gondolt. De igen, ez az első dalom. Wow, vízes vébe, ez egy nagyon szép emlék. Képzeljétek el, hogy egy teljes random hívást kaptam nyáron, 2017 nyarán, szerda este 8-kor, hogy hát lenne egy ilyen lehetőség, hogy a vizes világbajnokságnak a hivatalos dalát kellene elénekelni, ahhoz keresnek énekest. És hogy rám gondoltak. És mondtam, hogy wow, hát ez óriási dolog, hát nagyon köszönöm, tök jó, hát nagyon jó, de mik a részletek? Mikor kéne jönni, milyen a dal? És mondták, hogy hát nagyon örül, remek, akkor most kellene jönni. És írd és mondd, tényleg ez volt este 8-kor, és olyan 11 körül ott voltam már este 11-kor a stúdióban, éjfélkor elkezdtük felvenni a dalt, és vettük reggel 6-ig. Tini Sztár. Na hát, igazából erről egy ember jut eszembe,
most, és az nem más, mint a Lola. A betyárját. A Juci barátom. Gyerekként ugye én is kacérkodtam azzal, hogy milyen lehet mondjuk tinisztárként felnőni. Nekem ilyen téren szerencsém volt, mert azon túl, hogy nagyon szerető családban nőttem fel, és ugye senki nem volt művész, mégis pont annyira tudtam a színpadra állni annyiszor és olyan keretek között, ahogy mondjuk nekem kényelmes volt. Tehát színházban, akkor mondjuk énekversenyekre jártam, de nem volt ilyen nyomás, hogy mondjuk, nem tudom, már 15 évesen mondjuk fellépni kell járni, vagy dalokat csinálni. Nagyon találó volt az asszociációd, mert Lolának az egyik dalát hoztam, és ezt fogod kapni. Jaj, de jó. Ez a Titokban álmodoztunk című szám. Biztos emlékszel rá, de most akkor is meg fogjuk nézni. Így van. Örülök, hogy ez a dal. De azért szerintem ez tök kemény dió lesz neked, úgyhogy bocs, hogy ezt hoztam, de majd meglátjuk. Hát figyelj, szerintem... Cáfolj rám. Szerintem minden nehéz feladat egy jó helyzet alapvetően. Egy copy-paste nem lehet előadni szerintem. Bár mondjuk férfiként előadni egy tinédzser lány énekesnőnek a dalát. Ez már nem az copy-paste. Az már eleve nem copy-paste. Egy musicalbe is beillene szerintem. Abszolút szövegileg is, meg dalom, melódia gazdagságban. Így tehát testhez álló. Így gyakorlatilag még testhez álló is lehet, mert nem, tehát megpróbálom majd esetleg azt levenni róla és átemelni egy ilyen mai popköntösbe mondjuk. Tomi, most már tudod, hogy milyen dalt bíztam rád, de lenne még egy feladatod, pláne most, hogy kiderült, hogy Lolával ennyire jobban vagy, hogy kérdezz tőle néhány dolgot, de bármit, ami az eszedbe jut. Bármit? Mhm. Na jó. Nálad életben maradnak otthon a növények? Jogos a kérdés, a legtöbb növény életben marad, de majd az új fikuszomra igyekszem jobban vigyázni. El tudnád képzelni, hogy újra vidéken élj? Igen, sőt azt tervezem, hogy hosszú távon majd újra vidéken szeretnék élni. Mi az extrém sport, amit szívesen kipróbálnál? Semmit. Most próbáltam valamit mondani, de nagyon félős vagyok igazából, és nem próbálnék ki semmilyen extrém sportot. Ki volt a kedvenc mesehősöd? Ki volt a kedvenc mesehősöm? Úristen, Mulánt nagyon-nagyon szerettem. Imádtam azokat a dalokat, amik abban a mesében voltak, úgyhogy Mulán. Ki az a nemzetközi sztár, akit krásolsz? Persze, mondhatsz magyart is. Rengeteg van, csak az van. Henry Cavill, őt nagyon krásolom, Ryan Gosling, és hát mindenki ebből a korosztályból. Titokban átkarolva, összebújva, hallgattunk sok hazug szóra, s nem tehettük azt, mit szeretnénk. Ebben a romantikus pillanatban ijesztem meg a fiúkat, bele rondítva ebbe a momentumba. Szevasztok, srácok! Szevasz! Tomi, kit vettél magad mellé, hogy ezt a hálátlan feladatot rávítsd? Hálátlan? Miről segítsen, vagy ez ilyen állás volt az egész feladat? Hát hogy? Szerintem igen, most Áron helyett elmondom, Somodi Áron nagyon kedves. Azt hittem, hogy nagyon nehéz feladatod lesz, de akkor Áron ezek szerint így van. Ilyen könnyen besegített. És Áron, ti honnan ismeritek egymást? Együtt bejártunk Miskolcon. Igen, nyilván Lolának az eredeti dala, azt a 2006-os, 2000-es évek közepének a zenei ízlés világával volt megfelelő. Most akkor itt ti mit akartatok lecserélni? Hát feltételezem, Áron volt a producere ennek a produkciónak. Egyértelműen igen. Igen, egyébként gondolkodtunk, hogy most megtartsuk a zongorát, vagy végül gitározzak, de önmagában már nagy váltás, hogy csak gitárral van, és nem lett túl gondolva egyáltalán, szóval nem kellett olyan óriásit producálni ezzel. Nem is igényli a dal szerintem, tehát egy jól összerakott dalt nem kell túl hangszerelni, pláne ha már átdolgozásról van szó. Én például nem szeretem azért nagyon erőszakos átdolgozásról,
feldolgozásokat. Sőt, én sem örülnék annak, hogyha valaki csak azért, mert mondjuk az én dalomat feldolgozza, mondjuk össze-vissza kiforgatná és olyanná változtatná, ami már nem hasonlít az eredetihez. Én már nagyon sok fellépésen túl vagytok, gondolom, külön-külön, és te pedig mindenféle színpadon, mint ahogy azt már megbeszéltük, de úgy, hogy az eredeti előadó is ott lesz, mennyire van az abszem benne a fenekedben? Jucit nagyon, nagyon szeretem, nagyon kedves barátom, tehát ilyen téren soha nem izgulnék, tehát igazából, hogyha most mondok egy nagyon durva példát, hogyha mondjuk Stevie Wondernek kéne előadnom az egyik dalát, még akkor is azt mondanám, hogy ez egy hálás feladat, hogy én ott lehetek, és ezt megmutathatom. Azért kíváncsi vagyok, hogy felmegye majd az adrenalin, tényleg ott a hajón, várunk benneteket az A38-on. Hamarosan meghallgathatjuk Lola titokban álmodoztunk című számát Tom Sparrow féle verzióban, de előtte lássuk, hogy hogyan értelmezik az előadók a dalszövegét. Először egyáltalán hallottam ezt a dalt, akkor egy 17 éves, nagyon pici kislány voltam. Talán még szerelmes se voltam egyébként. Egészen gyerekkorom óta ismerem ezt a dalt. Azt hiszem 12-13 éves voltam, amikor megjelent. Ahogy én is felnőttem, és ahogy megéltem az életet, és ahogy tapasztalatokat szereztem kapcsolatokban, úgy nyert egyre mélyebb jelentést ez az egész dalszöveg, és úgy értettem meg, hogy igazán, amikor én ezt megkaptam egy felnőtt férfitől ezt a dalt, hogy ez miről szólt, hogy vajon benne mi játszódhatott le, ő mit érezhetett, és hogy az nem a nagy boldogság volt. Az, hogy mondjuk tényleg egy akkori tini sztárnak írni dalt, felnőtt emberként, felnőtt férfiként, azzal az élettapasztalattal, azzal a gondolkodásmóddal egy nagyon különleges érzés lehetett. Rakoncai Imre nem tudom, hogy éppen milyen szerelmi állapotban vagy milyen helyzetben volt, amikor ez a dal született, de szerintem egy nagyon, hát egyértelműen nagy sikerű, de hogy egy igazi, jó, mély tartalmú dal született. Sose vártam rád, és mégis jöttél. Gyakorlatilag úgy indítja a dalt a szerző és az énekes, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni. Tehát itt a sose vártam rád, és mégis jöttél, ez egy pozitív dal is lehetne akár. Imre szerintem tökéletesen és nagyon egyszerűen megfogalmazta azt, hogy mi az az érzést, amit úgy keresünk, meg hajszolunk, meg aminek örülünk, és amitől szomorúak vagyunk, és gyakorlatilag ugye ezt végigvezeti az egész dalon. Nem akartam azt, hogy túl szeressél. Most már felnőtt nőként abszolút értem, hogy ez miről szól. Nyilván mindnyájan hozunk mondjuk sebeket és rossz élményeket a múltból, és mindenki valahol egy olyan kapcsolatra vágyna, ahol megkapja a szeretetet, a szerelmet, de közben nagyon szabad tud lenni. Van egy tetoválásom, ami egy olyan idézetet mesél el, egy olyan idézet részletét, hogy ha madarat szeretsz, égbolt legyél, ne kalitka. És ez szerintem valahol a művész élet is alapvetően annak az életnek, amiben én hiszek, annak az életnek az egyik fundamentuma ez, hogy ha folytva akarom szeretni a másikat, akkor az nem fog működni. Titokban álmodoztunk összebújva, esküdtünk az igaz szóra, hogy nem tudhatja más, csak te meg én. Nyilván a titokban, ebben a szóban azért minden benne van, amitől nagyszerű és csodálatos ez a szerelem, amiről ez a dal szól. A refrénben a titok az, ami szerintem ami igazán meghatározza ezt a dalt, és ami a valódi bemondás egy ilyen popdal refrénjében. Nagyon izgalmas a mai fejemmel előadni ezt a dalt. A refrént egyébként régen kívülről tudtam 10 pár évesen. Ma már természetesen egész más gondolok róla, de bízom benne, hogy a színpadon majd egy pozitív üzenetként csapódik le. Most, hogy alaposan kielemeztük a Titokban álmodoztunk című dal szövegét, hallgassuk is meg Veréb Tomi Sparrow előadásában.
szeretni, ennyi volt, már jól tudom. Nem akartam azt, hogy túl szeressél, mire jó, ha nem tarthat örökké. De nem akartam elfordulni tőle, és elhinni, hogy nem lesz többé folytatás. Titokban álmodoztunk összebújva, esküdtünk az igaz szóra, hogy nem tudhatja más, csak feljél. Titokban átkarolva, összebújva, hallgattunk sok hazug szóra, és nem tettük az, mit szeretnél. Szerelem, de szépen. Gratulálunk, hát belőlem előtörtek a tizenéves énem emlékei. Lola, neked milyen belőlem volt így hallgatni ezt a dalt, hogy egyébként a régi kedves ismerősöd adta elő? Rázott a hideg, de hogy így nyilván ez nagyon-nagyon jó érzés volt, és nagyon köszönöm a kedves ismerősömnek. Egyébként a Tomit nagyon régóta ismerem, de úgy az utóbbi mondjuk egy vagy másfél évben ismerjük egymást jobban, mert mi szomszédok vagyunk, és hát ezt így hallani, hogy... Én egyrészt nagyon-nagyon szerettem ezt a dalt, és hogy ilyen mai hangzásban ez így meg tud szólalni, és ennyire jól eljátszottad, nagyon szépen köszönöm. Hát Tomi, ahogy meg te énekelsz, az tudod, hogy imádom, úgyhogy nagyon jó volt. Nagyon. Nagyon köszönjük. Tomi, mennyire volt célod az, hogy mondjuk kimondottan meghasd Lolát, vagy esetleg meg is vikasd? Azt gondoltam, hogy alapvetően egy ilyen emléket felidézni mindenképpen egy könnyeket csaló érzés. Nem szerettem volna rájátszani erre, tehát azért igyekeztem úgy énekelni, meg Áronnal meg is beszéltük, hogy egy olyan feldolgozást csináljunk, ami szép emlékeket ébreszt benned, de
de mondjuk nem tudom, nem sírod le a sminked itt a felvétel, az nem szerettük volna. Köszönöm, hogy ezt nem szeretem. Egyébként ez nekem, ez a hangzás, meg ez a feldolgozás sokkal pozitívabb lett, mint amilyen az eredeti dal volt. A szöveg az így is úgy is szomorú egyébként, de maga a hangszerelés ugye ezzel a zongorával nagyon-nagyon síros volt, viszont ez így annyira friss volt, és annyira új és jó lendületet adott neki, hogy egyébként mi is lenyúljuk majd koncertre, köszi az ötletet. Képzeld, ez volt a célunk egyébként, hogy ezt a picit szomorú vibe-ot kivegyük a dalból. Mivel minden rosszban van valami jó, ezért egy negatív vibe szöveget is lehet egy picit pozitívvá átformálni, hogyha az ember mást gondol mögé, úgyhogy itt lehet, hogy ezt is érezted. Igen, és egyébként ez egy teljes ilyen tengerparti chill volt, úgyhogy köszönöm szépen. Mi köszönjük. Tomi Áron, akkor köszönjük szépen nektek, hogy ilyen tengerparti hangulatot varázsoltatok ide a Dunapartra, és Lola, neked is köszönjük szépen, hogy eljöttél. Ezzel kezdetét is vette az Adom a dalod idei izgalmas zenei láncreakciója. Az első kört még nyár elején Lolával zártuk, most pedig a második évadunkat az ő slágerével indítottuk méghozzá Verib Tamás és Somodi Áron fantasztikus előadásában. Én már nagyon várom, hogy igazán elkezdődjön ez a sorozatunk is, hiszen jó magasra tettük most a lécet Tomiékkal. Persze, hogy az ő dalát kapja majd, azt egyelőre nem árulhatom el, de az biztos, hogy jövő csütörtök este kiderül. Addig is kövessetek minket extra tartalmakért a Petőfi TV online felületein, a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is, a YouTube csatornánkon pedig az Adom a dalod eddigi összes adását újra megnézhetitek. Most Verib Tom, ez a Sparrow egyik dalával búcsúzunk tőletek. Szép estét, sziasztok! De várom, hogy is indulnék, ha is álom, mit kergetnék, és a padlómon ébrednék, újra. Ha csak egyet is kérhetnék, én bármit megtennék, egyetlen percükért a múltban.